A mérkőzésen a Soroksár játszott végig fölényben. A 14. percben egy előre küldött labdával Lakatos lódult meg. Lefutotta Ízinget, aki csak loholt a soroksári csatár után. A Várdai játékos hiába próbálta felszántani a pályát, hogy utolérje Lakatost, végül azonban csak kaszálnia sikerült, mégpedig a 16-oson belül, így Molnár játékvezető egyből befújta a büntetőt, Ízing pedig örülhetett, hogy sárgával megúszta az esetet. A labda mögé Tamási Zsolt állt oda, lövése azonban gyengére sikerült, mind erőben, mind helyezésben, Zöldesi pedig jól érezte az irányt, így hárítani tudott. A 42. percben ismét Lakatos kapott jó indítást, azonban Zöldesi nagyot védve szedte ki a jobb alsóba tartó labdát. Ha az egyik nem sikerült, akkor majd a másik, gondolhatták a Soroksár játékosai, amikor a 73. percben Molnár Attila másodszor mutatott a 11-es pontra. Ezúttal Zöldesi másolt a csapattársát, és buktatta hátulról büntetőt és sárgát érően a labdát jól fedező Fröhlichet. Zöldesi azonban a korábbi védését is másolta, és bravúrral szedte ki Fröhlich félmagas lövését a bal sarokból, második 11-esét hárítva ezzel a mérkőzésen. Hiába alakított ki több helyzetet a Soroksár, a foci nagy igazsága érvényesült, miszerint a kihagyott lehetőségek megbosszulják magukat. Így is történt, hiszen a Kisvárda szerzett gólt. A 81. percben Lukasz továbbított Ilicshez, a Krigyáskóhoz játszotta tovább a labdát, ő pedig előbb átemelte azt a kapus felett, majd a hálóba húzta a játékszer. A góllal pedig a Kisvárda húzta be a mérkőzést, amely győzelmével tovább tapad a tabella élén álló MTK-ra. Igen, hát ezt megmondom őszintén, nagyon utálom ezt a szimpatikus vesztes szerepet, mert a múlt héten is ugyebár gratuláltak meg Muzalegerszegen, és azt gondolom, hogy ott is lehetett volna nyerni. Hát én is úgy gondolom, hogy többet tettünk a győzelemért nyilván ma, úgyhogy én azt gondolom, hogy elveszítettünk 3 pontot. Nyilván a 11-es mind a kettő rúgó ki volt jelölve, tehát ugyanúgy gyakoroltuk tegnapi edzés után. Tehát minden 3 játékos gyakorolta, mert 3 volt a főlük, Tamási, az Albert volt kijelölve a 11-esre, úgyhogy ők így döntöttek tegnap minden 3 játékos, 5-ből 5-öt berúgott, ilyen a futball. Azt mondanám, a játékunk olyan volt, mint az időjárás. Sok hibával játszottunk, igazából azt mondom, hogy ezzel a mai mérkőzésen az ellenfelünk jobb volt, már pedig azért már csak abból kifolyólag is, hogy 2 11-est is sikerült kiharcolni nekik, de hát ezt nem tudták értékesíteni, és azt mondom, hogy így ezáltal volt szerencsénk a mai mérkőzésen, vagy mondhatjuk azt, hogy az Illés jól védett, de végül is az egyetlen lehetőségünk, ami volt, azt kihasználtuk, és ezzel meg tudtuk nyerni a találkozót, ami nagyon fontos volt számunkra, hogy ragadjunk ott az elején. Mindenképpen, de mondom, ez a mai játék, ez sok hibával, inkább küzdelem volt, mint futball, de hát mondjuk ilyen időjárásban nem is egyszerű futballozni.